Polgári Monológ. Érték a felszín alatt. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Polgári Monológban. Szelek Havának utolsó előadása szerintem nagyon izgalmas lesz, és milyen szántom. Úgyhogy nem hiszem, hogy be kéne mutatnunk Szántai Lajos, kérek egy nagy tapsot neki. Hát a népmeséket és a jelképrendszerét fogja itt boncolgatni. Túl azon, hogy a körülbelül erről szerintem olyan 20% fog szólni, és 80% pedig az egyéb olyan gondolatok, amit más előadótól nem hallhatunk. Úgyhogy át is adom a szót Szántai Lajosnak, hogy tartsak az előadását. Köszönöm. Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket. Átveszem akkor a szót. A magyar népmesékkel sokféleképpen lehet foglalkozni, sokféle megközelítési mód létezik, de eredetileg a magyar népmeséket nem elemezgették, hanem az életnek a szerves részét képezte. Tehát tulajdonképpen a magyar népmese egy életvitel és egy világkép szimbiózisában jelenik meg. És gondolom mindenki tudja, hogy úgy általában, mert most már úgy a magyar népmesék úgy jelennek meg, hogy ezt felnőttek mondják gyerekeknek, és tulajdonképpen a gyerekeknek a szintjén be lehet a dolgot rekeszteni. Felnőtt csak olyan módon foglalkozzon vele, hogyha tudományos, néprajztudományi szempontból, népmesekutatás vonatkozásában természetesen a néprajztudomány kritériumának megfelelően motívumkincs, akkor mi az, amit még vizsgálni szoktak, bizonyos motívumoknak a vándormotívum jellege, hogy ha megvan mondjuk bizonyos helyeken, bizonyos területeken, bizonyos népeknél, akkor ez a motívum hogyan költözött át egy másik nép hagyomány világába. Tehát minthogyha egy mai kereskedelmi hálózati rendszeren belül vizsgálódnánk, hogy az áru cikket az egyik helyről hogyan viszik a másikra, ott hogy osztják szét, aztán mi mindent lehet még ebből kideríteni. Na most az, hogy mi mindent lehet kideríteni, azt legjobban bizonyítja, hogy a legjobb mesemondók, azok általában, bár így nem lehet ilyet kapásból kijelenteni, de meglepő módon ez egy férfi ágazat volt. Azon is belül például a huszárság körében élt leginkább a népmesemondás és hallgatásnak a hagyománya, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy katonai vitézi hagománykör volt, ez az egész magyar társadalomra, a paraszti társadalomra, a pásztor társadalomra, a vitézire, a nemesire egész végig jellemző volt. Na most a másik tétel viszont magára a népmesekutatásra vonatkozik, hogy azért mégiscsak vannak olyan maradandó, úgymond a népmesekutatáson belül állomások, mérföldkövek, vagy ma már klasszikusnak számító értékelések, amelyek, ha történetesen valaki népmesékkel akar foglalkozni, akkor nem hagyhatja ki. Tehát nagyon sok megközelítés létezik, de most a megközelítésünk szempontjából először is Vámos Ferenc, Kozmosz a magyar népmesében 1943-ban jelent meg. Na már a címe is árulkodó, Kozmosz a magyar népmesében. Tehát ez mit jelent? Nem motívumok a magyar népmesében, nem szimbólumok a magyar népmesében, hanem a kozmosz. Egy kicsit ékesebben fogalmazva mindenség a magyar népmesében. Hogyan jelenik meg egy belső és egy külső mindenség? Hogyan jelennek meg a népmesében az úgynevezett visszatérő klasszikus tájak, szent tájak, az óperenciás tenger, a fekete havasok, az üveghegy? Mert érdekes módon Vámos Ferenc fölfigyelt arra, hogy vannak visszatérő, visszajáró helyszínek. Tehát nem arról van szó, hogy a mesei fantázia mindig kitalál valamit, a mesei világképen belül nagyon nagy rend van. És ezen a renden belül pedig egy világos, csak nem fogalmi nyelvezettel, hanem képi nyelvezettel elmondva, hogy hogyan működik a világ bennünk, általunk, kívülünk, egyáltalán
Itt már a tapasztalat kérdése is felmerülhet, mert nyilván azt tud a legtöbbet mondani egy belső kozmoszról és egy külső kozmoszról, akinek a legnagyobb a tapasztalata. Hát akinek nincs semmiféle tapasztalata, annak bármit hiába mondunk, mert nem élte meg, nem is tudja megélni, föl se fogja, hogy miről van adott esetben szó. Utána a másik nagy mérföldkő vagy állomás a 20. századi népmesekutatáson belül, Berze Nagy János égi gérőfa. Na most, ő aztán tényleg a tudományos életen belül, a néprajz tudományon belül nagy elismertségnek örvendett, de mivel túlságosan tágas körben vizsgálódott, és megint nem elsősorban a motívum eredeztetéseknek a katalógus számokkal ellátott vonulata képezte a mesekutatás fő irányzatát az ő megközelítésében, hanem úgynevezett planéta istenségek. Na most a planéta istenségek, gondolom tudjuk, azok planéta az a bolygónak a megfelelője, tehát bujdosó csillag bolygók, és fölfigyelt arra, hogy népmesékben megjelenik egyrészt egy olyan hármasság, amit mindenki tud népmesei példából visszaigazolni, hogy például megjelenik a nap, napanyja, hold, holdanyja, szél, szélanyja. És nagyon fontos felismerést tett meg, amit egyébként mindenki tudhat, aki foglalkozik a témával. De számunkra ez már egy kicsit különösnek tűnt, hogy például a szél ebben a hármasságban nap, hold, szél, mert a nap egy klasszikus rendszerben, hét bolygó rendszerben, nem azért, mert bolygónak, vagy nem bolygónak, vagy tudományosnak, vagy tudománytalannak tekintették, hanem mivel a csillagos égbolt háttérhez képest szabad szemmel a nap és a hold is bejárja maga útját, tehát ez mit jelent? Ugyanúgy a többi bolygóhoz fog tartozni. Mert van egy útjuk. Tehát nem áldogálnak egy helybe, hanem van egy pályájuk, egy bolygó pályájuk. És Berze Nagy János gyakorlatilag a népmeséknek ezt a fajta világképét egyenesen Mezopotámiába vezette vissza. Most gondoljuk végig, azért a 40-es, 50-es években ez az elég bátor teljesítménynek számított, főleg 1945 után. Hát el is hallgatták az égigérő fa című munkáját, és hogy haladunk előre, általában ilyenkor szokott a hanyatlás bekövetkezni, de innentől kezdve érdekes módon a népmesekutatáson belül egy emelkedés mutatkozik meg, majd ezzel foglalkozni fogunk. Tehát tulajdonképpen bebizonyította, hogy ez a nap-hold-szél hármasság, ez a nap-hold-esthajnal csillag hármasságának, tehát nap-hold-vénusz hármasságnak felel meg, ami miért rendkívül lényeges? Hát azért rendkívül lényeges, mert hogyha, hogy mondjam, egy 21. századi környezetben, ez legyen városi, vagy legyen kisvárosi, egy embernek általában már az, ami a csillagos égbolton, vagy a nappali égbolton megmutatkozik, szinte semmit nem mond. Ez viszont azt jelenti, hogy semmi köze a földi élethez. Tehát a föld fölött ott van az ég, és az égbolt nem díszletként van ott. Tehát ha nem lenne égbolt a fejünk fölött, nem lenne nap, többek között, nem egy csillagászati munka elmondja, tudományos csillagászati munka bevezetőben, hogy milyen érdekes, hát nyilván az emberiség nem magától lett ilyen érdekes helyzetbe került jelenség. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy a legtöbb ember azt sem tudja, hogy ha a nap nem lenne, akkor a Földön nem lenne élet. Milyen érdekes, hogy a legtöbb ember már azt sem tudja, hogy a napnak naponta milyen a pályája. Na most gondoljuk végig, itt az a probléma, hogy amikor a népmeséknek a hagyományköre kialakul, akkor nem digitális diktatúra idején szemléljük a világot, nem képernyőket bámulunk, nem gombokat nyomunk, hanem nemes egyszerűséggel az egyetemes világgal van mindennapi kapcsolatunk. Miért? Mert az élet az nem mesterségesen kialakított és gyökértelenített és a természet alapvető ritmusaitól elszakított módon jelenik meg, hanem szigorúan a természet ritmusaira épült rá. Tehát ez azt jelenti, hogy a növényvilág, az állatvilág,
hogy Papp Gábor nagyon szépen meg szokta fogalmazni, ami megint nagyon egyszerű tétel, csak nem gondoljuk végig, hogy egy éves körforgó ritmuson belül, hát tulajdonképpen a fényárnyék napi, heti, havi és éves arány változásának megfelelően nyílik ki a növényvilág, erre rárímel az állatvilág, vagy éppen húzódik vissza, és éppen vonul vissza. Na most az, hogy a mi atyánkban szerepel az a kitétel, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Hát ha nem hangolódunk rá a természet alapvető ritmusaira, a mindennapi kenyér hosszú távon nem lesz biztosítva. Már most lehet látni egyébként, hogy egy ellátási rendszeren belül bármilyen kis mágszem kerül a gépezetbe, milyen katasztrófát tud előidézni. Mert azt gondolom nem kell magyarázni, hogyha az ország egyik végébe kisütik a kenyeret, akkor miért viszik át az ország másik végére, hogy ott reggel 6-kor kinyit mondjuk egy bolt, és onnan viszik. Tehát egy teljesen abnormális feje tetejére állított világban élünk. A népmesék létszemlélete, világszemlélete pedig egy egészséges világból indul ki, egy egészséges világképpel rendelkezik, és nyilván a mai problémákra is meg tudja adni a választ, de az, hogy mi abból indulunk ki, mármint nem mi, hanem mondjuk a hivatalos folklór tudomány, és ezt melszélességgel vállalják és hirdetik, hogy a népmese semmi másról nem szól, mint az, hogy szórakoztató. Tehát arra van kitalálva, nem gondolom én, hogy nem volt mozi, nem volt internet, nem volt Facebook, nem volt ilyen rendszer, nem volt olyan rendszer, nem volt 16 ezer csatorna, amit nyomógombbal váltogathatok, valamivel el kellett csapni az időt, hát kitaláltak dolgokat. És végre a népmesébe azért a szegény is gazdag lehetett, meg azért mindig elégtételt lehetett venni az igazságtalanságokon, és tulajdonképpen a népmese semmi másról nem szól. Na most, ha semmi másról nem szólt volna, nem maradt volna fenn, gondolom tudjuk. Mert képtelenségeket, semmit mondó dolgokat évezredeken keresztül nem fognak továbbadni és örökíteni. Hát valaki ezt nem tudja felfogni vagy megérteni, annak drukkolunk, hogy hát ha majd egyszer eljön az életbe az a magasztos pillanat, jobb későn, mint soha. Hát mindenki, ha saját életét végigköveti, alapvető dolgokat sokszor öregkorunkban tudunk meg. Mert úgy van kialakítva az oktatási rendszer és a társadalmi életnek a szerkezete, hogy a legalapvetőbb tudáshoz, ami tényleg tudás, tényleg az életre vonatkozik, tényleg az életről szól, egyszer nem jutunk hozzá. Na most minden esetre, tehát ez a nap, hold, esthajnal csillag hármasság, ez azért volt nagyon lényeges dolog, mert tényleg a népmesék egyik másik vonulatában, hát fő helyen szerepel. Olyannyira, hogy például nem csak a népmesékben, hanem ha valaki, egy Papp Gábor munkásságára kell hivatkozni, Csenger Simai festett mennyezetkazettás templomnak az égitest tábráit megnézi, három égitest van, és hát eleve mennyezet, tehát ez mit jelent? A mennyeken, ott a mennyeknek az erői mutatkoznak meg, és hogyha virág, akkor nyilván világok, tehát a világosság világai üzennek általában a mennyezet díszítmények révén, díszítmény természetesen idézőjelben. És ezt látjuk, hogy jön három égitest, jön a nap, jön a hold, és jön az esthajnalcsillag, de nem ezzel a felirattal látjuk, hogy esthajnalcsillag, hanem szél. De a holdnál odaírja, hogy hold, napnál odaírja, hogy nap. Itt szokták elmondani, hogy ennek megvolt a maga, hogy úgy mondjam, előrelátó oka, mert majd jön egy olyan korszak, ahol nem hiszünk a szemünknek, tehát ha mennyezeten világító égitesteket látunk, és nincs odaírva, hogy a mennyező mester azt gondolta, hogy az valóban világító égitest, és maga a nap, hát akkor nem fogjuk neki elhinni. Oda van írva, hogy nap, oda van írva, hogy hold, és oda van írva, hogy szél, elővesszük Torockai Vigand Ede. Hát ő az országház építésénél is gyakorlatilag, mint munkatárs részt vett. Tehát az gyakorlatilag a század fordulón és a század elején, hogy itt Magyarországon azon belül mondjuk akár Budapesten milyen virágzó szellemi élet volt,
mindenféle művészeti ágazatban, még az építészetben is, ez egyszerűen ma felfoghatatlannak tűnik. Na most Torockai Vigandede gyűjtésében, ez egy kis könyvecske, nagyon sok kiadást meglátott már, ezt mindenkinek javaslom, mert ha felül egy villamosra, egyik villamos vagy busz megállótól a másikig elmegy, vagyis végállomástól végállomásig, már el tudja olvasni. Most gondoljuk végig, itt pár tíz oldalról van szó. De az úgynevezett magyar népi csillagnevek, bolygónevek szerepelnek benne. Tehát egy gyűjtemény. Hát amit már gyakorlatilag a 19. századi kutatások is több ízben gyűjtöttek, ez egy összegzés és könnyen olvasható. Most megnézzük azt, hogy szél, érdekes módon ez nem a levegő elemére fog utalni, nem a szélre, hanem Vénusz, vagyis esthajnal csillag. És miért? Hát azért, mert az esthajnal csillagnak végeredményben a nevében is benne van, és a magyar úgynevezett csillagászati nyelvezet, most így fogalmazok, hihetetlenül pontos. Mondok egy egyszerű példát, mert most voltunk túl rajta. Napéj egyenlőség. Tehát tavaszi napéj egyenlőség. Ez mit jelent? Tavasszal nem fordulat van, hanem egyenlőség van. Tehát az esztendő körén belül kétszer van a napnak fordulója, és kétszer van egyenlőségi pontja. Ez azt jelenti, hogy keleten egy éven belül mindössze kapaszkodjunk meg, hányszor kell fel keleten a nap. Ne nézzünk ilyen kétségbe esetten, igen, ez már a győzelemnek a jele, valóban kétszer mutatták nekem, igen, a tavasz és őszi napi egyenlőség alkalmával, mert hát nyilván a két szélső pont az egy, hogy mondjam, nyári napfordulós helyzet, háromnegyed évben látjuk a napot fel megtenni az ég útján, és a téli napfordulós pedig egy negyed körívben látjuk megtenni. Tehát ez azt jelenti, hogy nyáron a nyári napforduló, aznak a napfelkelte helye egészen fönt van északon. Ezért mondjuk észak-keleti szélső ponton. Télen pedig a téli napforduló helye, ha visszatudunk emlékezni, hát így jól lent van, tehát déli irányba. És majd onnan fordul vissza. Tehát tavaszi és őszi napi egyenlőség, nyári és téli napforduló. És esthajnal csillag. Miért? Mert vagy este látom, napszálta után, vagy hajnalba látom, napkelte előtt. Tehát ez mit jelent? Esthajnal csillag. Vénusz. És az is nagyon érdekes, hogy végeredményben, ha valaki természet közelben él, vagy egyáltalán reggel és este szokott akár egy városi parkban sétálni, ez nem olyan élmény egyébként, hogy most úgy kell megjegyezni, hogy szentírásszerűen mindig, de a szél, ha pont szélcsendes napok vannak, mikor szokott a szél úgy feléledni? Hát ha itt teszem fel a kérdést, ki lehet találni este és hajnalba. Tehát megmozdul. Tehát igenis szél. Ráadásul másik jelentése pedig, hogy az esthajnal csillagot, hát soha nem fogjuk az égbolt tetején látni. Miért? Mert belső bolygó. Tehát ez azt jelenti, hogy ha esti csillag és nyugaton látom felkelni, vagyis ott, ahol lemegy a nap, hát nézzük meg most is, az égboltnak inkább a széle fele látható. Ugyanakkor pedig hajnalban, keleten, a nap előtt, amikor felkel, gyönyörű fénnyel ragyog, akkor is inkább a szélén látom. Tehát ez a szél megnevezés, ez nagyon sok minden jelenthet. Magyar népdalokban előjön egy olyan jelzés, vagy olyan fajta, hogy úgy mondjam, figyelemfelkeltés arra vonatkoztatva, ha itt nem jó, akkor ott még lehet jó. Kinek hely nincs itt lakni, menjen mennyországba lakni. Építsen az égre házat, ott nem éri semmi bánat, építsen az ég szélére, ott nem éri semmiféle. Tehát ez azt jelenti, hogy maga a Vénusz egyébként a szeretetnek többek között, az egyensúly teremtésnek. Nevezik szerelemcsillagnak, fényes csillagnak, annyiféle meg nem vacsora csillagnak.
Tehát annyiféle megnevezése van magyar nyelvterületen, hogy az valami egészen elképesztő. És miért hangsúlyozom? Mert megnézzük a görög-latin műveltséget, hogy a Vénusznak hány nevét tartják számon, egy kezemen meg tudom számolni. Tehát akár a görög hagyományból indulok ki, akár a latin nyelvű ókori, aztán középkorba is átment hagyományról. Tehát itt gyakorlatilag van egy saját hazai, hogy úgy mondjam, tudomás a világegyetem működéséről, és a fényes égi testeknek a jelentőségéről, és meg tudja magyarul nevezni. De nem azért, mert könyvben olvasta, hanem azért, mert a hatásaival, tulajdonságaival tisztában van. Most Berzenagy János tehát eljutott egy ilyen kulcsfontosságú hármasságig, és gondolom tudjuk, hogy például a Mezopotámiában a legősibb határjárókövek, vagy határkövek, rendre egyébként minden Mezopotámiáról szóló albumban, ahol vannak képek, ezeket általában jelzik, három égi testet ábrázolnak. A napot, a holdat és az esthajnal csillagot. Nos, pillanatok alatt, hogy úgy mondjam, el tudunk menni vallási irányzatba is. Miért? Hát ki az igazságnak a napja? Ki a világ világossága? Kinek van a legtöbb nagy ünnepe? Hát legalább három nagy ünnepet kell számon tartani, és mind a három tulajdonképpen szorosan kötődik a napnak a járásához is, és a holdnak is a járásához. Hát mikor születik maga Jézus? Téli napfordulót követő harmadikról negyedikre virradó éjszaka. És ő a világ világossága. Tehát a születésnapja se véletlen, mert oda kell születnie az esztendő körén belül is, ahol a legnagyobb a sötétség. Megint Pap Gábor sikerült idézni. Tehát ez jelenti azt, hogy megszabadító, megváltó. Tehát a reménység megszületik, hogy vége lesz egyszer majd a sötétségnek. És ez a külső világ és a belső világ egymástól leválaszthatatlan és elválaszthatatlan. Ha elválasztjuk, akkor magának a teremtőnek üzenünk hadat. Miért? Lehet, hogy rosszul tudom, de a világot a teremtő teremtette. Most én lehetek akármilyen vallásos, naponta mehetek, volt itt egy kiváló politikai személy, aki nem is tudom, Marci, hogy hetente bérmálkozott, vagy naponta ment bérmálkozni, vagy nem is tudom, hogy milyen módon gyakorolta. Tehát bármi megtörténhet egyébként, de lényeg az, hogy magyar nyelven a teremtő és a természet, tehát a teremtő és a természet, a teremtő és a teremtmény hang, tehát nyelvi úton is leválaszthatatlanok egymástól. Tehát az, hogy elfordítom a fejemet, ez nem vezet jóra. Tehát most már minden területen, minden ideológia arra biztatja az embert, hogy ne figyeljen az égre, vagy ha figyel az égre, akkor ott ne angyalokat, csillagokat, fényeket lásson, hanem Obi-Wan Kenobi megszabadító, hogy úgy mondjam, jelenléte derüljön ki számára. Na most ez egy egyetemes világ, és ennek megvan a törvényszerűsége. És nem mindegy, hogy fogalmi nyelven beszélünk róla, vagy képi nyelven. Miért? Mert a fogalmi nyelv amennyire tud egy darabig pontos lenni, és látszólag még fontos is, képtelen elmondani a világ működését. Miért? Mert túlságosan behatárol bizonyos tulajdonságokat, folyamatokat és jelenségeket. Tehát ezért van az, hogy ha elolvasok például az evangéliumokat, ott is nem egyszer apostolok mondják magának Jézusnak, hogy milyen jó, hogy most úgymond nem példázatokban, képi nyelven beszéltél, mert értjük. Tehát gondoljuk végig, a képi nyelv az ad egy tágasságot. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy abban a pillanatban meg fogom érteni. Fel fogom fogni. Miért? Mert gondolkozni kell. Tehát ez azt jelenti, hogy képesség kell válni a világ felismerésére és önmagunk megismerésére. Na most a népmese kutatás vonatkozásában a következő nagy mérföldkő volt Jankovics Marcell, Népmesék és a csillagos ég című tanulmánya, az 1970-es években jelent meg, több kiadást megért, most is megjelent ilyen díszes szép kiadásban. Nos, maga Jankovics Marcell, ő maga írja le, hogy abból indult ki, tehát ő maga, tehát a úgymond a mesekutatáson belül milyen elméletet képvisel, mondván,
hogy rá kellett jönni arra, hogy a népmesék azok végeredményben körkörös természetűek. Ezt nem így mondja, de mi most egyszerűbben fogunk fogalmazni, tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem egy mese, ha elindult a mesehős a maga útján, emlékezzünk vissza, hát gyerekkorban az emberben felmerül, hogyha ez a hős már elment Tündérországba, miért nem érzi ott jól magát? Miért nem jön, vagyis miért akar visszajönni? És általában visszajönnek ugyanoda, ahova elindultak. Na most ezt lineáris pályán megtenni nem lehet. Ez csak ezen a pályán lehet megtenni, tehát végeredményben egy cikk körkörös úton, és ez már egy ciklikus létszemléletet, világképet hív életre. Tehát ugyanoda érkezik vissza, ahonnan elindult. Ez azt jelenti, hogy van egy pályája az útjának. És Jankovics Marcell tulajdonképpen abból indult ki, hogy az állatövnek a 12 állatövi jegye és csillagképe, ő inkább csillagképekről beszél, és a napnak a tetszőpályája, a bolygóknak a pályájuk, hát végeredmény egy körkörösséget mutatnak fel. Ez volt az alap. A másik pedig, most nem részletezem, hogy egy orosz népmese kutató, akit Propnak hívtak, az ő munkásságát hogyan építette be a sajátjába, de lényeg az, hogy kimutatott 7 olyan mesei szerepkört, plusz egyet, egy nyolcadikat, hát amit megmondom őszintén nem kellett volna, de magunk között maradjon a dolog. Lényeg az, hogy egy 7 bolygórendszer működését próbálta felismerni. Ami nem is volt nagyon ördöngös dolog, mert gondolom tudjuk, ha népmesében mondjuk egy királyfinak aranya haja, és mondjuk még éjszaka is sugárzik, hát az arany az a napnak a féme. Tehát mindenhol, ahol aranyhaj megjelenik, ott egy napsugárzással lehet számolni. A másik pedig például ilyen, hogy veresvitéz. Hát veresvitéz a csillagos égbolton, mondjuk egy 7 bolygó rendszeren belül egyetlen egy van. Miért? Mert földről nézve is olyan a fény, inkább vöröses. Ő a vörös csillag. Hát a idősek emlékeznek meg, az ifjak is, hogy mit jelent egy vörös csillag a világban. Na, az nem békét jelent. Ott parázslik a gyűlölet, izzik a háborúnak a lángja, és folyik a vér. Tehát mars. Tehát vörösítész. Tehát ez a hadakozással foglalkozik. És igen ám, de amennyire mondjuk Jankovics Marcell így a népmesékről nagyon szépen tudott beszélni és mesélni, hogy milyen kozmikus összefüggések és jelenségek vannak. Eddig gondolom észrevettük, mindig az volt a hiba, bármelyik népmese kutatási irányzat előjött valamivel, megállt a tudomány akkor, hogyha egy konkrét népmesét elejétől végig kellett volna elemezni. Na, ott már megállt a tudomány. És hát az utolsó mérföldkő ebből a szempontból, mármint a népmese kutatás területén, Pap Gábor, és ő viszont pedig, hát abból indult ki, amiből tényleg érdemes kiindulni, hogyha népmese elemzéssel akarunk foglalkozni. Először is fel kell rajzolni egy kört. Most ennek a körnek nyilván lesz egy 12-es osztása. És ez tulajdonképpen nem a csillagképeknek a 12-es rendszerére fog elsősorban hagyakozni, tehát az állatövi csillagképek, hanem a csillagászati hónapok, tehát az állatövi jegyek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hónapon belül a fény és árnyék arányváltozása fogja meghatározni a népmesei cselekményeket. És volt egy nagyon fontos megállapítás, hogy a fénynek, most gondoljuk végig, hogyha Jézus Krisztus szól justíci, igazság napja, világ világossága, és említettem, hogy ennél a hármasságnál a nap, hold, est, hajnal, csillag hármasságnál, ha megkérdezzük azt, hogy ki az igazság tüköre, ki az, aki hold sarlónál, hát az már Szűz Mária lesz, boldog asszony, Babba Mária. És hát tulajdonképpen maga az est, hajnal, csillag pedig kötődik a holdhoz is, és kötődik a naphoz is. Maga Jézus Krisztus a jelenések könyvének végén például azt mondja, hogy én vagyok a ma fényes felkelő hajnali csillag. Na, szokjunk hozzá, hogyha Jézus Krisztus ilyet mond, akkor nem azért mondja, mert ez egy szép jelképes szöveg,
hanem az azt jelenti, hogy tényleg, hát minden, hogy mondjam, valamennyire a evangélium szövegeket ismerő vallástörténész, vagy akár kívülálló laikus is tudja, hogy például a görög nyelvű evangéliumokban, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, akkor ott a világ szó helyett a kozmosz szó szerepel érthető módon. Csak azt nem veszük figyelembe, hogy magyar nyelven a világ, az nem a toltartomnak a világát, vagy nem a mikrofonnak a világát jelenti, hanem már okosak vagyunk, és hozzá kell tennünk világ mindenség. Tehát magyar nyelven is a világ a világot jelenti. Csak magyar nyelven a világ az a világ, ami a világossággal van, hogy úgy mondjam, az a világ ér valamit, amiben van világosság. És nem akárkinek a világossága. Na most tovább itt nem időzzük el, mert végeredményben ezek azok a népmesekutatáson belül azok az állomások, amit én mindenkinek ajánlok egyébként, de bármilyen irányzatból, tehát van, aki mély lélektan vagy pszichológia irányából közelíti meg a népmesék világát, nagyon jó, tehát nem erről van szó. Mi most azt keressük, azt a megközelítési módot, ahol elejétől végéig tulajdonképpen egy népmesét értelmezni tudunk, ki tudunk kerekíteni. Mert tanulságokat, lélektani tanulságokat is egy sláger szövegből is le tudok vonni adott esetben. Tehát hol jutok a legtöbb felismeréshez, a legteljesebb üzenetrendszerhez? Most úgy tűnik, hogy amennyire hangsúlyozom, mindegyik teljes értékű lehet, mindegyik tele lehet igazsággal, legyünk nagy lelkűek, hogy bármelyik lehet, de mégis úgy tűnik, hogy ebből a rendszerből lehet a legtöbb felismerést kigazdálkodni. Tehát az utolsó stáció. És Papp Gábor például a Emberséget járunk tanulni című tanulmány kötetben, hát a népmese elemzéseken keresztül bizonyítja, hogy valóban ez a megközelítési mód, ez kiállja az idők próbáját. És még egy apróság. Tehát a nap, a fény, tehát a fénynek a természete, ezt is ő mondja, hogy a fénynek nem csak fizikai tulajdonságait kell számon tartani, hanem az erkölcsi tulajdonságait. Tehát ez mit jelent? Jóság, szeretet és ingyen kegyelem. Tehát ez a három alapvető tulajdonság párosul a fényhez. A sötétséghez pedig nyilván ellenlábasai fognak, ez pedig a jónak az ellentéte, és ezt megint jegyezzük meg, tényleg nem a rossz. Pedig mindig így mondjuk, hogy jó-rossz. Hát ha egy gyerek rossz, akkor az javítható. Ha valami rossz, az megjavítható. A gonoszsággal van a probléma. És nagyon érdekes módon például Szent Ágoston igazán nem is nagyon tudta definiálni, hogy mi a rossz vagy mi a gonosz. Ő abból indult ki, hogy a jónak a hiánya. Most attól, hogy valami a jónak a hiánya, nem kötelező, hogy gonoszszá váljon. Tehát itt van valami aktivitás, amit érdekes módon kerülni szoktak. Miért? Mert ma már minden lényeges kérdés sajnos kerülni kell, bármennyire hihetetlen, mert nem vagyunk elég érettek ahhoz, hogy bizonyos dolgokat hitelesen tudjunk képviselni, és minden szét van magyarázva, meg van hazudtolva, félre van beszélve, tehát olyan szintekről kell elindulni, hogy egy embernek gyógypedagógusként 80 éven keresztül kellene dolgokat apránként mondani, hogy valaki fogalmi úton eljusson oda, hogy most nem ellene beszélünk, most nem azért van szó erről, hogy bizonyos dolgokkal erőszakoskodjunk, nem az arról van szó, hogy meggyőzzünk minden áron másokat, hanem próbáljunk belehelyezkedni egy olyan világba, ahol a világ alapvető ritmusaira ráhangolódva, és a sajátunkra is meg tudjuk érteni azt, ami körülöttünk dolgozik, és működik. És az embernek is van egy feladata és célja. Most általában a magyar népmesék úgy kezdődnek, hogy hol volt, hol nem volt. Hát ezt mindenki tudja. Pedagógusok elmondják egyébként, akár óvónő is lehet, akár csak házi pedagógus, otthon a szülő, hogy egy
most maradjunk a rossz gyereknél, hogy szort rossz a gyerek, mindenféle baja van, túl eleven nem lehet lecsitítani, felcsendül ez a kijelentés, megfogalmazás, mondat, hogy hol volt, hol nem volt. Én még olyan gyerekkel nem találkoztam, aki abban a pillanatban egy pillanatra, úgy a csintevései kellős közepette, mikor éppen a szomszéd ablakát akarta malomkővel bedobni, tehát abban a pillanatban leáll, megnyugszik. Abban a pillanatban valami történik. És miért történik ez a valami? Azért, mert a népmesék legvégén pedig ez szerepel, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Na most nem fogjuk elhinni. Annál többet a világról mondani, a világ működésrendjéről, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer, ha valaki többet tud jelentkezzen. És itt még a nyelvnek is van egy nagyon fontos szerepe. Megmondom, hogy miért. Azért, mert olyan hangok szerepelnek, és olyan hullámzást adnak, hogy lehet érzékelni, hogy valami többnek kell itt lenni. Pedig a hol volt, hol nem volt, hát ha így mondom, minden szónak értjük a jelentését, de ha engedem a dallamát, a hullámzását hatni, akkor eljutok oda, amit tényleg el szoktak mondani, és tényleg így van, hogy olyan, mint a kilégzés és a belégzés, olyan, mint a szívdobogás, olyan, mint a nappalnak és az éjszakának a váltakozása. Tehát van egy egyetemes hullámzása. És megint Pap Gáborra kell hivatkozni, éjjel-nappal egyébként ebből a szempontból, mert a népmesekutatás szempontjából azért nem árt, hogyha időnként a kikötőt megtaláljuk, hogy többek között az, hogy hol volt, hol nem volt. Mondjuk egy fizikai világképen keresztül mit jelent. Hát általában a fizikai világképen belül már az anyagról is úgy beszélnek, hogy ez az energiának egyfajta összesűrűsödése. De végeredményben a hol volt, ez mindig a tömegszerűségét jelenti a világnak. Hol nem volt, ez az úgynevezett energia, hullám, szerű létezését. Tehát abban a pillanatban, amikor hol volt, hol nem volt elindul, nem kötelező nekem ezt racionálisan, értelmi szinten végig gondolni, hogy mi minden magyarázható meg, elég hagyni, hogy hasson. És abban a pillanatban, mintha ringatna, hintáztatna. És olyan módon, hogy nem megszédít, hanem lecsendesít, elcsitít. Figyelj oda valamire. Nyilvánvaló módon a mesemondó is tudja, hogy a táltos paripa nem szokott parazsa tenni. Miért? Mert a mesemondónak van lova például. És a mesemondó naponta bemegy az istállóba, és pontosan tudja, ha villámlik, vagy ég valami, a lovak ezt nem nagyon kedvelik, nem nagyon szeretik. Tehát megint idézem a népmesekutatásnak a kitüntetett fejezeteit, hogy mi itt a tanulság, aki nem hiszi, járjon utána. Keresd meg a valóságnak azt a szintjét, ahol a népmesei képtelenségek nagyon is nagy igazságokká tudnak válni. Nyilván nem hétköznapi szintű felismerésekről van szó, hanem mindennek van egy mélysége és magassága. A legkedvesebb példák, most Pap Gábor munkásságára visszatérve, amikor ilyen jelenségekről van szó, mondok egy példát. Hát nyilván egy kismalac és a farkasok meséje. Ki látott már olyan malacot, amíg felmászott a fára? De ha tudom, hogy az esztendő körén belül hol van a malacnak az ideje? Keleti zodiákusban a bika, keleti váltópárja, disznó vagy a malac. És a bika vagy disznó csillagkép pedig belóg, két csillaga révén a tejútba. A tejútnak pedig ember emlékezet óta, ez Baktai Ervin is leírja az India művészetében című hatalmas művészettörténeti kötetében, hogy a tejútnak három ismert képjele van földkerekség szerte, miért? Mert földről nézve olyannak látjuk. Tehát nem a selyem úton viszi a kereskedő a portékát, hanem fölnézek az égre, és látom, hogy milyen. Tehát ezt a fajta kapcsolatot már teljesen kihagytuk.
Tehát a motívumok vagy a jelképek nem azért születnek, mert innen oda kerül, hanem látunk valamit fent, megéljük bent, és az egy képpé változik, egy ősképpé változik. És innentől kezdve ezek az ősképek őskortól napjainkig nem fognak változni. Miért? Mert hellyel közzel ugyanazok a közös tapasztalatok hívják életre ezeket az ősképeket. Aztán már mondhatom, hogy szimbólum, mondhatom, hogy jelkép, mondhatok mindenféle figyfenét róla, de a legfontosabb a születési helyét megtalálni. A születési helye meg fent van és bent van. És magyar nyelvben ez a PBVF váltás lehetősége, bent és fent mit keresek? Magát a fényt. Tehát abban a pillanatban el lehet a dolgok velejéig jutni. És végeredményben, ha innen közelítünk, akkor megjelenik az út, hát ezt mondjuk is, hogy tejút. Miért? Mert útnak látszik. Tehát ez azt jelenti, főleg a nyári égbolton, mert akkor általában többet tartózkodunk kint, és a tejútnak a legfényesebb része látható ilyenkor a csillagos égbolton, gondoljunk a júliusi-augusztusi éjszakákra, és tényleg egy útként mutatkozik meg. De megmutatkozik faként is, úgymond, hogy hasonlít, ágadzik, bogadzik. Például nyári égbolton lehet látni, hogy két hatalmas ágba a tejút elágadzik, és folyó is. Tehát három ismert képjele van, út, folyó és fa, és ahogy mondani szokták, mind a három visz valahonnan valahova. És az egyik, itt ebből a szempontból a fa, hát a népmeséink tel is tele vannak azokkal a fákkal, maga a mese mondja el, hogy olyan nagyra nőtt a fa, hogy emberi szem nem láthatta, hogy az égen hol van a vége. Tehát égig érő fa. És az égig érő fa ágai között eljár a nap, a hold, az esthajnalcsillag, és amikor felmegy mondjuk a kiskondás, vagy bárki erre az égig érő fára, megint a népmesében a figyelmeztetés. Hát akárki égig érő fára nem tud felmenni. Hát gondolom visszatudunk meseolvasási vagy hallgatási élményeinkre emlékezni, próbálkoznak grófok, bárok, királyfiak, nem is tudom milyen gyerekek, és potyognak le. Ki a kezét, ki a... van, aki a nyakát is kitöri. Nem könnyű felmenni. És amikor viszont a kiskondás megy fel, kanászbalta, szépen fokról fokra megy fel, ez egy külön kérdés, hogy hol. Nem is ezt mondom most el, mert idő az sürget bennünket, hanem amikor felérkezik egy égi ágra, akkor látja, hogy egy levél akkora ott, mint nálunk egy ország. Magyarul ez mit jelent? A világ mindenségben nem csak a Földön van élet, pont. Tetszik, nem tetszik, kozmosz fénye, ez az egész teremtett világ nagyságrendjében jelenti a világ világosságát. Na de ez a tétel most megint nem kerül kifejtésre, hanem visszadobja a baltáját. Na most emlékezzünk vissza. A balta mire visszajön, kirohad a nyele, és elrozsdásodik a vasa. Magyarul teljesen más téridő szerkezetben vagyunk. Tehát ez mit jelent? Egy másik idősíkra kerültünk át. Hát ezt egyébként nyugodtan a relativitás elméletnek, most teljesen mindegy, hogy kitalálta fel, nem ezzel foglalkozunk, ebből az esetben, mert nyilván nem Albert Einstein itt ebből a szempontból a főszereplő, de hangsúlyozom. Most gondoljuk végig. A tudomány mondjuk a 20. század elején eljut oda, amit a népmese, hát ember emlékezet óta hirdet. Relatív, bolya, igen. Relatív az idő. Tehát ez nem úgy van, ahogy mi ezt elképzeljük. És hányszor van olyan magyar népmesében, mire visszajön az égigérő fáról, itt már mindenki megöregedett. Gondoljuk, ő nem. Időn kívüli utazáson vesz részt. Na most visszatérve a hol volt, hol nem voltra, és a képtelenségekre, a parazsatevő táltos is, több képtelenséget nem mondok, de a Kacor királyt is érdemes megemlíteni, amikor Kacor király meséjében rögtön az elején özvegyasszony, öregasszony elkergeti a falánk macskáját,
aki már nagy macska volt, de úgy viselkedett, mint egy kis macska. Most magyar nyelven tudjuk, hogy mit jelent. Már nagy macska volt, de úgy viselkedett, mint egy kis macska. Mint akkor egy 60 éves ember úgy viselkedik, mint egy tinédzser. Tele van ezzel a mai világ. Tehát nem tudjuk a saját életpályánkon, saját természetes korszakainkat megélni. A gyereknek nem engedik, hogy gyerek legyen. A felnőttnek nem engedik, hogy felnőtt legyen. Az öregnek nem engedik, hogy öreg legyen. Mindenki ugyanabba a szétmosott, idióta, infantilis, szenilis kategóriába kerül. Mert éjjel-nappal ugyanaz a tananyag, éjjel-nappal ugyanaz a média túlsúly, éjjel-nappal ugyanolyan a piros lámpa, a sárga és a zöld, éjjel-nappal olyanok az útkereszteződések, tehát a világ megismerhetősége szinte kikerül, amit megkapunk annyira zárt és elszigetelt, hogy ma már az, hogy mi a szabadság, meg nem tudnám mondani. Csak arra emlékszem, hogy 50 évvel ezelőtt történetesen akármilyen diktatórikus rendszerek voltak, az élet mégis tágasabb volt. Tehát tetszik, nem tetszik, valami szűkül össze. Hát ma már egy gyerek, 7 éves gyerek, hogy megy az iskolába? 14 éves korunkba kaptunk személyigazolványt. Hogy megy iskolába? Személyigazolvány. Akkor a menzához külön kártya, hogy ehessen, akkor külön kártya, hát nincs az a kártya parti, ami ennyi kártyára szükség van, és mindig mi a szöveg. Azért kell a mesterséges intelligencia, az elektromos ügyintézés, meg minden, mert az élet sokkal egyszerűbb. Hát ennél bonyolultabb már nem lehet, és lassan már minden fillér. Minden gondolat ellenőrzésre és elszámolásra kerül. Na ez tényleg digitális diktatúra. Tehát az 50-es évek diktatórikus rendszere, földgolyó, mison, hát most így általánosan sajnos kezd kialakulni. És ma már nem besúgó hálózatokkal dolgoznak. Bárki, bármikor, ott van a farzsebbe az okostelefon, ennél okosabb rendszer. Kikinek a barátja, ismerőse, miről beszélgetnek, többit nem is kell részletezni. Na most innen csak a szabadság tudja az embert kivezetni, a népmesék világképe szabadságon alapul, nem a szabadosságon. De a szabadságot, hogy úgy mondjam, nem adják csak úgy ajándékba. És az sem, hogy emberek tudjunk lenni. Népmesékben nem egyszer úgy, azzal a kitétellel találkozunk, hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ember, annak volt egy fia. Egyetlen egy fia. Olvassuk már, méltóztassunk összeolvasni az embert a fiával. Kinek a fia ez? Ki ez a ember fia? Ismerős valahonnan? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg király, annak volt egy fia. Egy szülött fia. És nincs feleség ilyenkor a népmesében. És a népmesében nem jelzi azt, hogy a király özvegy. Na most honnan indulunk, és nem egy népmese nagy betűvel, fiú. Tehát a magyar népmeséknek ki a hőse? A fiú. Ismerős ez a fiú nekem valahonnan? Hát valahonnan nagyon ismerős. És pont onnan, ahol az igazság a végén mindig diadalt fog aratni. Pont onnan ismerős. És ezért nem szokták a népmeséket újabban szeretni bizonyos körökben, mert így kicsit így lefitymálva lenél. Persze, mert a népmesékben az igazság mindig győz. Igen, pont ez a lényeg. Ez az emberi életnek az egyik legfontosabb kritériuma, hogy az igazság győz, felismerem-e, vagy nem tudok róla semmit. Mert ez egy mérce lesz, és nem avul el. Még mit lehet mondani? Tehát az, hogy nem eszik parazsat egy táltos csikó, hát gondolom, vagy táltos csikó, igen, tehát egy ló az istálóba, vagy egy csikó, ezt mindenki tudja. De miért eszik mégis parazsat? Most milyen jó lenne mindenkinek, úgy látom, hogy úgy húzzuk magunkat össze. Látod ottan a téli világot. Szerencsére még hó nem takarál itt a mennyezetet.
De minden esetre szánkozni se kell menni, de minden esetre, hogy érezni a időnek a fogát. Tehát visszakanyarodva, hát bizony itt lehet érzékelni, keresd meg azt, hogy hol van az a táltos csikó, hol van a ló tulajdonság köre. Hát a nyilas keleti váltó párja a ló, a nyilas vagyis a ló pedig tüzes jegyű ellen. Elnézés, mit egyen? Tehát ellemi minőségét tekintve tüzes. Parazsat fog enni. Vitathatatlan tétel. De ez csak nagyon egyszerű ráközelítés, de mégis ad egy értelemszerű magyarázatot. És az is mindig előjön a magyar népmeségben, hogy ez a táltos csikó az első pillanatban, amikor találkozunk vele, nagyon-nagyon rossz helyzetben van. Nagyon rossz helyzetben. Kírhes-görhes gebe. Rá se lehet ismerni, hogy ez valaha csikó volt, vagy ebből egyáltalán lehet lóra számítani. Tehát le van rongyolódva, le van fáradva, a csontjai kilátszanak, és még van egy tulajdonság ebben az esetben, nem akárhol van, vagy a hídláson van, hát a hídláson minden gané összeszokott időnként jönni, vagy a trágyadombon van, vagy a szemétdombon van. Szemétdombon, ez a legismertebb. Ki van dobva a szemétdombra? Na most valamit kidobtak az életünkből. És itt válik a népmese rendkívül fontossá és lényegessé, mert én megnézem azt, hogy Túróci János krónikájában, Mátyás király idején, krónikában egyszer csak mit mond? Nem minden, szóval, hogy nagy és ősi bölcsesség az, amely a magyar népet, a úgynevezett, most én egészítem ki, ezt mundán asztrológiának nevezik, hogy úgymond a nyilas csillagkép alá osztották be. Na most ez azt jelenti, hogy minden népnek van kiérlelt, kozmikus tulajdonság köre. Ha nép. Onnan tudunk rájönni, hogy népről van szó, hogy ebben a 12 elemű keretrendszerben megtalálja a tulajdonságkörökön belül a maga helyét. Ha nincs benne, tegnap született. És miért kell ezt figyelembe venni? Mert egy precessziós nagyvilágév az 26 ezer évig tart. Most gondoljuk végig. Ahhoz, hogy egy nép valóban nép legyen, valóban népről lehessen beszélni, hát legalább néhány világhónapot meg kell élni. És egy világhónap 2160 évig tart. Most itt válnak izgalmassá természetesen a dolgok, meg ott, hogyha valaki a nyilas, vagyis a ló csillagkép irányába tekint, fizikai szemeivel, testi szemeivel nem, de tulajdonképpen a tejútrendszerünknek a központja abba az irányba látható. És a tejút magyar nyelven nem csak azt jelenti, hogy ez egy tejnek az útja, hanem teljes út. Ez a teljességnek az útja. Teljességnek az útja. Elsősorban. Mert aki azt hiszi, hogy ezt átvettük a nyugat-európai hagyományból, hát nem egy barátom van, aki mai napig állítja vagy állítaná, hogy ez a Milky Way, nem erről van szó, elnézést. Mikor lesz akár latinban, akár angolban vagy másban, a tejből hogy tudok a teljességig eljutni? Hát segítek sehogy. És annyira nem vettük át, hogy Zrínyi Miklós a Szigeti Veszedelemben megénekli. Világos? Magyar nyelvemlékek a tejutat nem tegnap óta tartják számon. És van egy olyan tétel, amit mindig elmond az ember, de nem azért, hogy 18 éven felülieknek adjon, vagy aluliaknak felvilágosítást, de hogy mit jelent ez a fajta minőség. Hogy miért azt nevezik olyan útnak, nem csak azért, mert sok csillag fénye fehéren össze mosódik, folyódik, és akkor tényleg olyan. Én megmondom őszintén, amióta nézek a tejútra, nekem a tej még soha nem jutott róla eszembe. Bármennyire hihetetlen. A teljesség viszont igen. És ha megszületik egy gyerek, akkor mivel szokták táplálni? Mivel? Hát most ne a piros vagy a kék pirulára gondoljunk, meg egyéb dolgok, természetes úton. Anyatej. Tehát a tejúterő mikrokozmikus szinten tápláló erő.
mert ez táplálja. Igen, ám, de hogy születik a gyerek? Nemződés, bocsánat. A férfiben nincs meg ez a minőség. Csak ott nem tápláló, hanem nemző erőként jelenik meg. És ez a tejútnak tulajdonságkörének a lényeg. Ezért lett lelkek útja. Egyébként Isten útnak nevezik, lelkek útjának, Jézus Krisztus útjának, elég vallásos a tejút. Tehát aki ki akarja a kozmoszt kapcsolni a világból, az komolyan mondom, nem tudom, hogy mivel játszik, vagyis hát lehet tudni, hogy mivel játszik. Szűkítik be a világunkat. Ez tényleg létező minőség. És hát a központ irányába pedig egy hatalmas teremtői energiagóc van, ami adja a jótékony élet energiákat, és mi hozza be a világba, ha a nyilas csillagképen keresztül tud bejönni? A ló. Ezért van az, hogy a jelenések könyvében megnyílik az ég, megnyílik, tehát ezekre mindig oda kell figyelni, és jön valaki hófehér lovon. És ki az, aki hófehér lovon jön? Maga Jézus Krisztus. Csak abból az irányból lehet jönni. Annyi mindenen ülhetne Jézus Krisztus. Jöhetne bárányháton is egyébként, zászlóval a kezében. Szóval ezekre érdemes felfigyelni, mert soha nem fogjuk megtudni, mit jelent az, hogy lovas temetkezés. Nem babonáról van szó. Tejutat nevezik szalmahullajtó útnak is, és gondolom tudjuk, hát legalább László Gyula régészeti leírásából könnyű ezt tudni és ismerni, hogy nálunk a részleges lovas temetkezés volt meghonosodva. Ez azt jelenti, hogy csak a fejét temették el, és csak a végtagjait. És hát nyilván a bőr is ott volt, és abban meg szalma volt. Most a tejútnak az egyik neve az, hogy szalmahullajtó út. És nem azért, mert arra gondoltak, hogy lopták a szalmát és ott szórták szét, hanem azért, hogy Molnár V. József mondaná, hogy a betlehemi jászolba mi kerül? Nem ilyen kis plüss állatka, hanem szalma. Miért? Mert a szálas, sugaras formája mit fog megidézni? A fénynek a sugarait. Tehát a fény fog megágyazni. Na ez az analógikus és képnyelven való gondolkodásnak és világnak. Nem babonáról van szó, hanem minden mindennel összefügg. És nem matematikai egyenleteket kell levezetnem, hanem a legegyszerűbb dolgon keresztül a gyerek már anya tejjel tényleg magába szívja a legfontosabb tudást. És ha életében eljut oda, hogy aki nem hiszi, járjon utána, és kibontja a népmesei univerzumot, akkor egy egész teljes világot fog kapni. Na most nagyon érdekes az is, hogy ez mit jelent? Hát a tejútnak abban a végében a ló, vagyis a nyilas csillagkép van. Tehát mit tud hazavinni? Az, ami le tud hozni. Tehát a lelkek útjáról ebbe a világba, amelyben élünk. De hogy lesz ez táltos? Na most annak idején az egyik állatorvos barátunk doktori disszertációját abból írta, ami tulajdonképpen Állatorvos Tudományi Egyetemen mind a mai napig tudott, sőt évtizedeken keresztül örökítették tovább ezt a tudást. Viszont megkockáztatom, bár ilyet az ember nem mond, de mivel régészeknél nem találkozunk vele, mégis meg kell kockáztatni, amit tényleg bármelyik régész elmond, és László Gyula is elmond, hogy felnyitnak egy sírt, akkor abban a pillanatban legalább 10 darabra darabolják fel. 10 szakterületre. Tehát ezzel nyilván az állatszakértő fog foglalkozni, azzal a fémszakértő, azzal a csontszakértő, de kinek a fejében áll össze? Nem szakterületeket temettek el, hanem tulajdonképpen egy hagyomány körön belül a végtisztességet megadták. Na most ezek a lovak, amelyek úgymond sírba kerültek, ezek a legjobb évjáratú lovak voltak, olyan lovak, hogy olyan 3-4-5 évesek, tehát ez azt jelenti, hogy a belovaglásnak a kora. Ez azért volt érdekes, mert az ember arra gondolna, ha meghalt valaki, a vén csataló, ott van az a ló, dobjuk mellé.
Nem erről van szó, hanem olyan ló, hogy azon valószínűleg a gazdáján kívül még senki nem ült. Vagy a gazdája is úgy tervezte, hogy majd be fogja egyszer lovagolni. Na most egyszer gondolom én, valaki megszámolta, unatkozott társatás közben, és megszámolta a ló alsó-felső állkapcsába a fogakat. Most ki lehet találni, hogy rendre milyen lovakat temettek. Tehát annyi fog, amennyi természetes, kevesebb vagy több? Több fog. Na most kinek van több foga? Táltosnak. Itt ér össze gyakorlatilag egy népmesei hagyomány, egy úgynevezett régészeti, vagy történelmi, művelődéstörténeti hagyománnyal. De most megint azt kell mondani, hogy nem is igazán ez lesz a legfontosabb, hanem akkor visszatérek oda, hogy bizony, aki nem hiszi, járjon utána. Tehát népmesékben ez megint egy akkora bravúr egyébként. Miért? Mert a gyereknek nem azt mondja, hogy figyelj, addig pofozlak, még el nem hiszed, hanem aki nem hiszi, járjon utána. És a népmesék végén mindig ez, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Vagy még ma is élnek. Aki nem hiszi, járjon utána. Hát ők örökké élnek, de benned bármikor meghalhatnak, sajnos. Tehát addig él, ameddig benned él. Ha utána jársz, akkor életet találsz, és nem halált. És végeredményben, amikor ez felcsendül, akkor azt is tudni kell, hogy sajnos megint jön a kritika, az egész oktatási rendszer a hiszékenységen alapul. Miért? Mert nincs az a diák, aki általános iskolába, középiskolába, felsőoktat, mondjuk egyetemen, utána tudna járni tanulás közben annak, hogy amit megtanult, az mennyire és milyen fokon igaz. Mert ha elkezdene utána járni, már a következő órán egyeseket kapna. Na most ez egy elképesztően veszélyes zárt rendszer. És a hiszékenységen alapul. És ez egészen egyszerűen döbbenetes az ember számára. Na, tehát ennyit a népmeséknek az általános igazság érvényéről, és még egy kitétel. A hol volt, hol nem volt. Tehát amikor elindul, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer, akkor még utána folytatódik. Hetet hét országon is túl volt. Az Óperenciás tengeren is túl volt. És nem nehéz kitalálni, hogy nekem mindig valamin túl kell jutnom, emelkednem, hogy eljussak oda, ahol a népmese kezdődik. Ha földhöz ragadtam, fantáziálásnak gondolom, szórakoztatóipar korabeli termékének gondolom, soha az életben senki nem lesz akkor mesehős. Akkor nem tud megszólítani. És ez a logika hetet hét országon túl. Hát a hetet hét az mire megy megint vissza? Hát az egységbe megy megint vissza. És egy hetes dinamikus rendszeren belül. Hát hetet hét, számtan volna. És mi az Óperenciás tenger? Megnézem a hivatalos magyarázatot. Hát az olyan, mint gyakorlatilag, amit az élet minden területén megkapunk, de hogy érdekes módon a legnagyobb tévedések úgy beülnek a köztudatba, hogy bárkit álmából felriasztanak, fújja ezt a leckét, ugyanez vonatkozik az Óperenciás tengerre. Hát én olyan koponyáktól hallottam, na nem azték kristálykoponyáktól, hanem tényleg szellemi óriásoktól, mi? Nem járnak utána. Hát érdekes módon itt egy ilyen kis nyelvi humor, vagy tréfa, vagy otrombaság tarolni tud mindent. Majd mindjárt látjuk, hogy mit fog tarolni. Tehát ez mit jelent? Mindenki elmondja, hogy tulajdonképpen ez az ENSZ folyóról kapta a nevét. Mi Óperencia, ENSZ, igen, mert Óberenz. Hoppá, hoppá, tényleg. Tényleg mindjárt elájulok. Csak van egy probléma. A népmesében van forrás,
van szabadon, van kútfejjel. Népmesében van patak, van folyó, van tó, van tenger, a víznek mindenféle alakváltozata. Megint ez a válveregető bunkósítás. Világos? Neked a világ vége az ENSZ folyónál volt. Mert már apádnak is ott volt, meg nagyapádnak, meg dédapádnak, meg ükapádnak, meg széppapádnak. Húzd meg magad! Addig, ameddig ki nem penderítenek a Kárpát-medencéből. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ENSZ a német nyelvből nem magyarázható. Ugyanakkor pedig a magyar huszárokat, mert ez a tanmese, gondolom tudjuk, tulajdonképpen általában addig terjedt a huszár szolgálat, hát ezt Hadik Andrásnak tetszett volna mondani, meg gyakorlatilag bármelyik huszárnak például, aki Franciaországban Bercsény Miklós fia, Bercsényi László, Rákóczi idején megszervezik, ma is gondolom tudjuk, magyarul éneklik. És a nemzet nem tud ezekkel mit kezdeni. Tehát saját nagyságunkhoz nem tudunk felnőni. És ezen nagyon nehéz ám segíteni. Tehát itt már tényleg letérdel a galaxis. Letérdelnek az angyalok. Hát melyik nép mondhatja el, hogy álló délben az ő hősének, vagy népének dicsőségét hirdeti a déli harangszó. És magyar nyelven piros-fehér-zöld média, sárga-csillagos, 12 csillagos kék média, teljesen mindegy, elmondják nekünk, hogy az nem azért van. Hát akkor miért van a déli harangszó? Nem tudom, hogy felfogjuk-e. Annyi többletünk van. A világ végéig és még két nap azon túl, ahogy népmesék mondják, boldogan élhetnénk. De én álságos butaságokon szoktunk vitatkozni. Na de vissza kanyarodva. Tehát az Ober meg tényleg felsőt jelent, tehát az ENSZ-nek a felső folyása fel az alpokba. És tulajdonképpen neki ott volt vége a világnak. Na de akit délre vittek, akit északra vittek, annak huszárszó, annak hol volt vége a világnak? Na azt mondja, hogy Atlanti-óceán, óceán a partvidékén óperenciás tenger, azt találjuk, nem? Óberenc. Himalája, Himmegyalája. Hát játszani lehet ám dolgokkal, és érdekes módon az Óberenc, hogy óperencia, ez nem tudománytalan. Ez nem déli bábos. Ez milyen frappáns és megmagyarázható. És nem fogjuk elhinni, valamikor a 19. század második felében egy felvidéki gyűjtésből magyarázzák az egészet. Aki viszont járt kint, ahogy mondani szokták néprajzosok terepen, megtapasztalhatja azt, aki bármikor megtapasztalhatja, ha oda jön hozzánk, vagy bárkihez bárki oda megy. És lehet látni, hogy jobb ráhagyni. Nem érdemes beszélni, szóba állni olyan módon. Feltesz egy bugyuta kérdést. Az ember ilyenkor mit mond? Ja, persze, igen, úgy van. És már megyünk tovább. Na most nem egyszer meg lehetett élni, hogy amikor a néprajzkutató megtette a kérdést, hogy János bácsi, ugye az úgy van. Mit mondott János bácsi? Persze, úgy van. Nem fog vele szóba állni. Ha neki úgy van, akkor ezzel nem lehet mit segíteni. Na egyszer csak bedobták ezt az Óberenszet. Igen ám, de mindig le lehet leplezni azokat, akik így mahinálnak. Miért? Mert jön pár évtizeddel korábban Petőfi Sándor, János Vitéz, az óperenciás tenger a János Vitézbe egy cselepatak. Pedig ő aztán gondolom, ha ez az Óberenc valóságos lett volna, ő minden művébe úgy kifigurázta volna, mint ide Lacháza. Mert Petőfinek aztán volt humora. Az olyan humora volt, mint a forgószél. Most nagyon jó értelemben. Hát hogy szerepel a végén? Az öreg halász ott van a tengerpartján, és mit mond? A tenger eltűnik a semmiségbe. Ez az óperenciás tenger. Ennek nincsen vége.
Na most, ha mindenáron idegen nyelvből akarjuk eredeztetni, akkor például görög nyelvben aperantos, operencia mit jelent? Végtelen, határtalan. Tehát lehetne, csak nem óberenc. Mai Ausztria területén egy ilyen kis folyócska. És ugyanakkor pedig tovább lehet a csillagos égbolton vándorolni, és bizony megvan az operenciás tengernek a helye a csillagos égbolton. Ez egy Berenicésznek nevezett kis csillagkép, amely mögött rendkívül veszélyes égbolt tartományok vannak. És az operencia a magyar népmesében nem a diadalszekeret jelenti, hanem érzék, operencia, vigyázz, nagyon szépen, de túl kell jutni. És van, amikor át kell mesében is menni rajta, de általában, hogy mondjam, hogy mondani szokták, nem diadalmenet. Na de visszatérve a hol volt, hol nem voltra, hogy milyen egyszerű magyar népmesében, és ugyanakkor a magyar nyelvnek a szépsége, hogy mennyire varázslatos, tehát az, hogy a H, a kerek O, ugyanakkor az L hang, a téja, hogy szépen lezárja. Tehát ez majdnem olyan, mint amikor Petőfi azt mondja, hogy elhull a virág, eliramlik az élet. Tehát van egy dallama, van egy hullámzása. Hol volt, hol nem volt. Na most egy Upanishadból fogok idézni, hogy érzékeljük, nem is Upanishad, bocsánat, a Rigvéda, teremtés himnusz. Rigvéda, szanszkrit nyelv, teremtés himnusz, hogy indítja a teremtést? Nem volt nem létezés, sem létezés, sehol sem volt még. És gondoljuk végig, magyarul ez hogy szól? Tehát nem volt létezés, vagyis nem volt nem létezés, sem létezés, sehol sem volt. Még a hol volt, hol nem volt. Akkor most ki tud többet, a Rigvéda, vagy a magyar népmese? Nekünk nem szanszkritul kell tudni, hanem tudomásul kell venni, hogy minden egy teremtésből indul el a népmesék világának vonatkozásában. És vannak olyan népmesei jellemek, hát hogy ez a nap, hold, est, hajnal, csillag, hármasság, ez úgy kifejtésre kerüljön. Gondolom tudjuk, hogy a népmesékben tel is tele vannak olyan építmények, olyan, hogy úgy mondjam, jelenségek, ahol szerepel az, hogy réz, ezüst és arany. Mondok egy egyszerű példát, részhíd, ezüsthíd, aranyhíd. Rézvár, mi veszi körbe rézmező, minek a közepén van rézerdő közepén. A rézvárban milyen hajú király kisasszony van? A részfáját neki, tehát részhajú király kisasszony. Ugyanez, ezüst erdő, ezüst mező, ezüst vár, ezüst hajú király kisasszony. És van még egy figyelmeztetés, oda kell figyelni. Soha a rézerdőbe egy ezüst levél nem keveredhet oda. Soha én még olyan részhajú király kisasszonnyal nem találkoztam, akinek lett volna egy ezüst hajszál a részhaja között. Tehát ez mit jelent? Valamilyen tulajdonságkör egyöntetű módon, minden telítve jelenít meg. Tehát ott a réz részét is jelenti valaminek, az egy kiinduló pont. Az ezüst kiinduló pont, az arany kiinduló pont. És amikor a királyfi megy, vagy a hős, és megszabadítja a sárkánytól a részhajút, az ezüsthajút, az aranyhajút, akkor jó ízlésű gyerek, mert van ilyen is, az már gondolhat arra, hogy minek flancolni. Nekem jó a részhajú király kisasszony is. Nem tudom, hogy visszatudunk-e a gyerekkori élményekre emlékezni. Tehát hogy van az, hogy ő egyedül van, bár ilyenkor van egy férfi hármasság is. Nos, ezért nagyon szoktak a népmesékre haragudni, mert ebbe a mai gender-gender őrületbe egyszerűen nem adoptálható. Mert ott a királyfi királyfi, a királylány királylány.
És a királyfi nem azon tűnődik, hogy holnap szeretne, az a álma, hogyha már királyfinak születne, azért szeretni az életét lemorzsolni királylányként. Vagy éppen fordítva. Tehát a napot nem lehet a holddal felcserélni. Az eget nem lehet a földdel. Ezek összetartozó, külön minőségek, amik összhangzatosan tudnak működni. Tehát visszakanyarodva, az arany pedig a napnak a féme. És ebből már ki lehet találni. Tehát a réz az a Vénusznak a féme. Gondolom tudjuk. De ókor óta. Réz, féme, magyarul fém az fény. A réznek a féme a Vénusz fénye, és a Vénusznak a féme a réz. A hold az egyszerű ezüst. Hát az mindenhol tarol, költeményekben, azt nem kell külön hangsúlyozni. Hát a nap meg arany, azt is illik tudni. Na most, ha az első fokozaton részhajú a király kisasszony, és én tudom, hogy az esthajnal csillag, a Vénusznak a fénye, milyen fényerővel rendelkezik a csillagos égbolton, akkor tudom, hogy a csillagszerű fényforrások, tehát a sugárzó, pontból sugárzó fényforrások, csillagszerű fényforrások közül a Vénusz a legfényesebb csillag, bár bolygó a csillagos égbolton. Tehát ő a legfényesebb. Álló csillagok közül pedig a nagykutya csillagkép fő csillaga, még most is lehet látni, ősztől tavaszig, Orion csillagképnek a három öv csillaga lefelé, ha meghosszabbítjuk, rámutat pontosan a Szíriuszra. Ez az ég volt legfényesebb csillaga. Hát a Vénusz mellett az a fényerő, ami nagyon nagy fényerő, mégis eltörpül. Olyannyira, hogy megint ilyen hangulatjavító intézkedésként, így fagyhalál előtt el akarom még mondani azt, hogy amikor például nagyon szépen látható az esthajnal csillag a Vénusz esti órákban városból, a csillagászok, a telefonügyeletet tartó csillagászoknak ez egy kicsit olyan stresszes időszak. Miért? Mert mindig van betelefonáló, hogy UFO-t lát. Ezen mosolygunk, de tényleg tény. És akkor mindig elmondják neki, hogy nyugodjon meg, most nem invázió, a Mars lakók jöttek Vénuszról a Föld irányából, hanem a Vénusz tetszik látni. Igen, ilyen a fényereje. Ezért csodálatos, szép. És a tulajdonságaiban is, neki tulajdonított hatásaiban is ezt fogja hozni. Na igen ám, de megyek tovább ezüst hajú. Már lehet érzékelni, kiléptem a pontszerű fényforrások köréből. A napnak az éjszakai kiegészítő párja az a hold. Ez már, gondolom tudjuk, hideg téli éjszakán, havas tájban olvasni lehet teli hold fényében. Tehát nagyon nagy a fényereje. És végül az aranyhajú, az meg gyakorlatilag, mert mindegyik bolygó a napnak a fényét tükrözi vissza. Tehát kit keresek én, amikor a királylányt keresem? Az igazit? És óriási intés. A réznél, a részénél nem állunk meg a dolgoknál. Az irány arányt kell és erényt megtalálni. Aranynak a hanggal, aki meg. Irány az arány. Aranymetszés szempontjából. Akár. És az viszont meg már maga a nap. Na most ez azt jelenti, hogy ez szabályos fényfelszabadítási kiteljesedési út. Tehát ki beszerelmes a királyfi? Persze, hogy a szomszéd lányba, most idézőjelben mondom, de akkor, ha fényes a lelke. Mert tulajdonképpen minden szerelem a másikba a fényt keresi, nem a sötétséget. A szerelem sötétségből nem tud, én még olyanról nem... Tehát mindenkiben van egy kis fényszikra, amit ha a másik meglát, abba tud beleszeretni. Ezért van az, hogy jobb helyeken, bár ez is már lekerül a napirendről, ha valaki szerelmes, nem a legrosszabb tulajdonságai dobja naponta oda az asztalra, vagy hányja oda az ágyba, hanem ilyenkor mindig a legjobbat, mert ösztönző, ihlető. Tehát ilyenkor az ember felül tudja saját magát múlni. Molnár V. József olyan szent révületnek nevezte. Tényleg nem hétköznapi állapot. Tehát a szeretet meg tud maradni egy hétköznapi, nagyon magas szinten, de a szerelem, hát az Istenem, Istenem, szerelmes Istenem.
Tehát magyar nyelvben vigyázni kell, a szerelem az nem egy övön aluli tartományt jelent. Az Istentől van. Úgy kell megbecsülni. Na most hova kell még eljutnunk? Ha van részhíd, ezüsthíd, aranyhíd, akkor tulajdonképpen tengelyek jelennek meg a népmeségben, megint csak ha bolygó tulajdonságot akarunk találni, akkor meg kell nézni, hogy történetesen milyen tengelyek, tehát hol van annak a bolygónak az erőléti vagy otthonléti helye, mert nyilván azok fognak tengelyt alkotni. Na most legalább két tengelyt már megbeszéltünk kutyafuttába. Melyik volt ez a kettő? Tényleg tengely. A tavaszi őszi napi egyenlőség is, a másik pedig a napfordulós tengely. Napfordulós tengely. És az őszi napi egyenlőség a mérleg havának elejétől, mérleg nulla fok, mérlegben Vénusz van otthon, tehát részhíd például, ha innen indulok. Akkor gondoljuk végig, hogy népmesékben hányszor van az, hogy például van egy táltosló, a Pelikán madár című mesében például, hogy ugrik a táltosló a holdba, a holdból a napból pedig a fiastyúkba. Hát ha ez nem kozmikus égi utazás, akkor mi a kozmikus égi utazás? Tehát még egyszer elmondom. Ugrik a holdba. Holdból ugrik a napba. Persze itt megkapunk egy párosságot, tehát akár az esztendő körén belül is, de ugyanakkor már hirtelen álló csillagok, tehát a bika csillagkép egy részét alkotja, egy kis csillagkép csoportosulás, ez a fiastyúk. És odaugrik. Na most fiastyúk. Amikor például Jézus ilyen példázattal áll elő, Jeruzsálem pusztulását jövendőli meg. Vagy egyfajta figyelmeztető, apokaliptikus, hogy ó Jeruzsálem, Jeruzsálem, hogy próbáltalak összegyűjteni, mint tyúk a csibéit. Hát nyilván Jézusról senki nem gondolhatja azt, hogy akkor mint tyúk a csibéit. De a fiastyúk mindenhol, a földről, ahol lehet látni, mindig fiastyúk, tehát ez mit jelent? Ez egy életszületési, életmelengető, dajkáló hely a csillagos égbolton. Tehát oda bizony születik az élet. És gondoljunk ezekre a köpenyes Mária ábrázolásokra. A köpenynek szárnya van. Széttárja és alágyűlnek. Tehát alá mennek azok a lelkek, akik a szárny védelmébe akarnak menedéket találni. Tehát aztán már nagyon sok mindent lehet úgymond népmesei példával helyre rakni, vagy érzékeltetni, vagy igazolni. De maradjunk egy olyan tételnél, és akkor ezzel fejezzük be, hogyha történetesen jön egy kisegér egy népmesében. Ja, de ne is ezzel foglalkozzunk. Gondolom észrevettük, hogy magyar népmesében az állatok beszél. És hát megint Papp Gábort idézem, a Malac és a Farkasok mesének elemzésénél, adva van a malac. Malac házban lakik, van konyhája, süt, főz, magyarul beszél. Ráadásul. Szóval ezek az állatszereplők a népmesékben beszélnek. És érdekes módon, az főleg Íj és Gyula 77 magyar népmese gyűjteményében vannak olyanok, hogy szegény Íj és Gyula óriási a 77 magyar népmese gyűjtemény, tehát az gyakorlatilag azt kell mondani, hogy irodalmi munkásságának gyöngyszeme. Tehát most Íj és Gyuláról beszélek. Tehát Íj és Gyulának is volt egy társadalmi létszemlélete, beállítottsága, és ahogy mondani szokták, ha megjelent a szegény ember, vagy a gazdag, vagy egyáltalán a király és a kiskondás, akkor Íj és Gyula mindig két-három lapáttal úgy társadalmi szinten rátett a mesére. Tehát ami eredetileg nem volt benne a mesébe. És például, amikor az van egyik mesébe, hogy
úgy néz a macska, mintha mondani akarna valamit. Na most magyar népmesében ilyen nincs, mert mondja a gazdájának. Vagy a kutya kaparja, mondjuk a küszöböt, mert a gazdájának valamit jelezni akar. Tehát az állatok állapot folyékonyan tudnak közölni információkat. És például az ábrázoló népművészet, néphagyományunk miről nevezetes, tel is tele van beszélő állatábrázolásokkal. Legismertebbek a madarak, amikor a madár csőréből hatalmas inda jön ki, de akkora, hogy még alá is kanyarodik, és a madár rajta áll. Hivatalos néprajztudomány, gondolom ezt tudjuk, ez is klasszikus megfogalmazásnak számít, ez csipegető madárnak, tehát csipegeti. Tehát nem a szájá, nem valamit énekelve kimond vagy elmond, hanem csipeget. Akkorát csipeget száránál fogom, most gondoljuk vissza, végig csipegeti, saját maga alól csipegeti el, és amikor megjelennek például borotva tokokon, az egyik borotva tokon például van egy kutya, és a szájából jön ki a növényinda. Az is csipeget. El tudom képzelni a kutyát, megirigli a madarat, és te már csipegetsz, akkor én is hagyd csipegessek. Én is nagyon szépen tudok egyébként csipegetni, figyelj csak, szájából jön ki, lehet látni az irányát. És ez miért lényeges? Mert a nemzetközi folklór vagy néprajztudomány más helyeken, leginkább mondjuk Mexikóban, maja festészeti palota vagy épületfestészeti emlékeken, amikor jaguár szájából kijön valami, szintén ilyen kanyargó növényinda, akkor nem azt úgy írják alá a képet mondjuk angolul, franciául, németül, vagy kínaiul, hogy csipegető jaguár, hanem beszélő állat. Hát beszélnek az állatszereplőink a népmesékben. És gondolom, tudjuk, van három királyfi, vagy három hős, elindulnak az úton, és amikor három markáns szereplő van, az nem három darabot jelent, hanem egyetlen egy személyiségnek három kifutási lehetősége. Megpróbálom, elbukok. Megint megpróbálok, megint elbukok, de közben van már tapasztalatom, megjön az eszem, és három a magyar igazság harmadszorra. Hát egy normális ember a harmadik kísérletre, persze könnyű mondani, akinek már a hetedik felesége van öregkorára, hogy azért már a harmadiknál be lehet fejezni a nagy kampánykörutakat, meg egyebeket, de általában ez a hármasság, ez tényleg a hétköznapi életben is ilyen. Tehát ha kétszer ráfázunk valamin, harmadszor azért már tényleg meggondoljuk. Ez annyira így van a népmesékben, bár nem ilyen egyszerűen, ahogy mondtam, például Repülő Várkastély című népmese, három fiú, almából, almafáról pottyannak, almából, hát ez megint egy tejút hatásnak a megnyilatkozása. Most nagy megközelítésben, az alma pedig a bika képjelét szokta lerajzolni. Tehát mindent el lehet helyezni egyébként az évkörben. Tehát minden képtelenségnek megvan a maga pontos, precíz helye. És ez mit jelent? Az, hogy három almából három gyerek szépen, és mind a három egyforma. Nem tudnak nekik más nevet adni, mint első almafi, második almafi, harmadik almafi. Ez mit jelent szánkba rágják? Ez egyetlen egy almafinak három kifutási lehetősége. Megint ugyanaz lesz ebben a népmesébe, kettő az idősebb, vagy nem is kettő idősebb, hanem kettő, aki elől megy, az pórul jár, nem fogja fel a tanulságot, a harmadik pedig végre a tanulságot is levonja, és diadalra jut. Na de gondolom, tudjuk, királyfik mennek, és jön egy kis egér. Hát ha én mennék az úton, és jönne egy kis szürke egér, és megszólítana, hogy szervusz királyfi, már három napja nem ettem, adnál nekem egy falás kenyeret? Hát eleve gondolom, tudjuk, először is az ember arra gondolna, na most.
olvastam, hogy állítólag, ha túladagolják, akkor ilyen szürke rózsaszín egerek szaladgálnak a képzelet ország útjain. Tehát, hogy érthető legyen, nincs hétköznapi szintű jelentés. Ha tudom, hogy az ikreknek a keleti váltópárja az egér, akkor tudom, hogy a népmesei úton hol vagyok. És tulajdonképpen mi mundán asztrológiai hagyomány szerint mely nép leszármazottjai vagy kozmikus indulás történeti vonatkozást képviselünk, ha egyrészt egy nagy vadász, aki első király volt földkerekségen az ősünk, őt Nimrodnak nevezik, tehát nyilas tulajdonságok, nyilassal szemben a tejút túloldalán ikrek, hunor és magyar. Tehát ez mit jelent? Hát szó szerint a magyarságunkat próbálja meg ez a kisegér. És majd a túloldalon a táltos gebe is, aki még akkor nem mondja, hogy táltos, a gírhes-görhes gebe is. Megpróbál bennünket. Tehát visszakanyarodva megszólít, és kér valami kis hangvasült pogácsa morzsalékot. És hát nem ad neki. Középső sem ad neki. És jön a legkisebb, és ad neki. És tulajdonképpen kiből lesz mesehős? És most képzeljük el egy gyerek, ha így indul neki az életnek. Eleve úgy indul neki az életnek, hogyha kérnek tőled valamit, a rászoruló kér, akkor ne utasd, ne rúgjál belé, ne nézd le, szürke, kicsike egér. Már lenéznéd, mert a legóboltos kirakatban ilyen villodzó legó figura nincsen, mint amilyen ez a kis cincogó kis egérke. És ad neki, és jó tett helyébe jót várj. Olyan erkölcsi, egyszerű szentenciák fogalmazódnak meg népmesékben, és az igazi nagy tanítások, azok pont ilyenek. Kimeríthetetlen, végtelenül gazdag a jelentéstartományuk, és hihetetlenül egyszerűen felfogható az elindító értelmük. Már úgy elindító értelmük, hogy abban a pillanatban tudom, hogy jót tett helyébe jót vár, jót kell tenni, persze egy alaptulajdonság. De mi minden fog ebből majd kibomlani? A túloldalon pedig egérrel szemben ott van a ló, a tejút túlsó oldalán. De nagyon rossz állapotban van. Most képzeljük el azt a gyereket, ha tényleg nem értelmi szinten, tehát teljesen más szinten követ egy gyerek nyomon egy mesét, meg magát a világot is. Tehát ő megél. De mi az, amit megél? Az, hogy ne a felszínt nézd, hanem próbálja a dolgok mögé látni. Tehát hány népmese van, hogy a királyfi kimegy az istállóba, királyfi, tehát nem akárkinek a fia, királynak a fia. Istállóban gyönyörűbbnél gyönyörűbb, most én mondom, aranyszőrű paripáktól kezdve mindenki van. Ránéz ezekre a gyönyörű szép lovakra, pedig a két bátyja már elvágtatott ezekkel a lovakkal. Ismerjük ezeket a meséket. De a legkisebb kimegy, és valami nem stimmel. És észreveszi a gérhes-görhös kis lesoványodott, szemétdombra dobott csikót. Na most ez azt jelenti, most nagyon egyszerűen fogalmazok, a magyarság tudatunk. Ki van dobva? Le van nézve? Ne azt választ. Annyi sikeres nép van a környezetedben. Vegyél azokról példát. Na most azok a meseszereplők, ha olyan lovakkal vágtatnak el, körülbelül olyan, mintha BMW-n elhúzna. És az életet ezáltal ki is kerülni. Tehát észrevesz, valamit észrevesz. És megszólítják egymást. És a kis csikó mit mond ez a gérhes-görhes csikó? Azt mondja, hogy vegyél fel, vigyél ki a városból. És majd meglátod, hogy mi lesz. Na most sokféleképpen lehet felvenni, de általában hova veszi fel? A vállára veszi. Ez magyar nyelven se többet, se kevesebbet nem jelent, mint hogy vállalja. És vigyél ki a városból.
Én még olyan táltoslóval nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy mint táltosló végig vágtatok veled a város. Vigyél ki a városból. Na most mi a város? A globalizált világ jelen pillanatban. Tehát tetszik, nem tetszik, itt van minden érték, de ezen a rendszeren belül nem tud kibontakozni. Abban a pillanatban, amikor kiviszi a városból, magyarul megszabadulunk az információs túlsúlyú tájékoztatási rendszerek képtelen sugalmazásaitól. Abban a pillanatban tisztán látunk. És akkor már látja, hogy ez nem is gíres, görhös csikó, hanem hatlábú, gyönyörű tátos falipa. És? De amíg ezt nem találom meg, addig nem tudom a célomat elérni. Na mivel lovas nép egyszerű fokozaton, a magyarságot mindig a ló, vagyis a nyilas csillagkép vonatkozásában tárgyalja az ősi csillagászati hagyomány, tulajdonképpen a ló kit képvisel? A népet és a nemzetet képviseli. Tehát addig a büdös életben nem lesz belőle hős, ha saját néphez, nemzethez való tartozásodat nem vállalod föl. És elnézést, ezt nem fogalmi nyelven kell közölni egy gyereknek, meg kiröhög. Ezek viselkedési mintázatok. Ma úgy mondanánk genetikai kódok. És nyilván, ha eljön az ideje, akkor találkozni fog. Mondjuk a saját élethelyzetéhez megfelelő élethelyzettel, ami ténylegesen rárímel. Aztán vannak olyan népmesék, ahol például ment három nap, három éjjel. Na most nyilván én és senki három nap, három éjjel folyamatosan nem fogunk menni. De ez mit jelent? Nappal, éjszaka. És ez mit jelent? Egy ritmus. Tehát az egyik mesei helyszínt a másikkal egy ritmus képlet fogja összekötni. Ment hét nap, hét éjszaka. Próbálja ki valaki. Hát annyira egyszerűen jelzi a népmese, hogy milyen szinten megyünk, és annyira lerágott csont az, hogy ment mendegélt, mert mindig ez szerepel leginkább népmesékben ezen az összekötő útszakaszon. Hát magyar nyelven az, hogy ment, legalább két dolgot jelent. Múlt időben, hogy ment, jelen időben az, hogy mentek valami. Tehát, hogy legyen jövőnk, mit kell megmentenünk? A saját múltunkat. Ha a saját múltunkat megmentem, akkor tényleg lesz jövő is. És a pelikán madár mesében például olyan van, hogyha három ember életét összeteszed, így te, ahogy most előttem állsz, mondja neki az útba igazító őszöregember, akkor sem érsz oda, csak akkor, ha táltos lovat szerzel. Na most mit jelent az, hogy három ember életét összeteszed? Ne ijedjünk meg, reinkarnáció. Na most a magyar népmesék a reinkarnációról egy kicsit többet tudnak, mint amit nekünk a propaganda vagy az ellenpropaganda híresztelés terjeszt. Most elnézést, ha Jézus Krisztus azt mondja, hogy a koporsókban lévők meghallják az én szavamat, és feltámasztom őket, akkor nem újra megtestesülnek? Ha Nikodémus felkeresi Jézust, és megkérdezi tőle János evangéliumában, hogy bemehet az ember az ő anyjának méhébe másodszor, hogyha vén, na mit kérdez? Én, aki már öreg ember vagyok, anyaméből fogok újjászületni? Aztán megkérdezik tőle, hogy ki volt keresztelő Szent János, mit mond? Illés proféta volt ő, csak nem ismerték fel. Na most tetszik, nem tetszik, minden ember, minden ember. Tulajdonképpen mitikus szinten, mert beszéljünk így, hogy mitikus szinten, de minden ember kinek a újrateste töltése. Csak nem azon a szinten, nem azon a fokozaton. Miért? Kell ezt mondani. Hát mindenki Ádámnak és Évának a leszármazottja. És ha történetesen van egy gyerek,
akkor a gyereknek mondjuk a kinézete hasonlít a szüleire, akkor ez mit jelent? A szülei tulajdonságai még fizikai szinten is reinkarnálódnak. Tehát nem csak az eredendő bűn tud makulátlanul reinkarnálódni, hanem maga az ember is. És ha egy cseresznyefán most majd megjelenik a cseresznye, júniusban például, akkor ez mit jelent? Idézőjelben. Reinkarnálódott a cseresznye, világos? Újra és újra testet ölt valami. Ez a valami valamennyire azonos is, meg különböző is. De mivel minden embernek a szempár itt foglal helyet, az orra itt van, a szája itt van, a feje itt van, a válla itt van, nem tűnik fel. Reinkarnálódunk. És de nincs két egyforma. De sok a hasonlóság. Tehát azt mondani, hogy van vagy nincs, elnézést, nem erről szól az élet, hogy te híve legyél, vagy ne legyél híve, hanem az élet maga az élet. És az életnek van egy hatalmas nagy folyománya. És ezt tényleg figyelembe kell venni. És ha azt mondja, ha három ember életét összeteszed, akkor sem érsz oda. És népmesékben annyi, hogy úgy mondjam, ilyen eredendő világképekre visszamenő megszólalások vannak. Mondok megint egy másik példát. Amikor valamit megpróbál egy mesehős, fogadkozik, mit mond? Egy életem, egy halálom, már pedig én megpróbálom. Na most, ha mesehősünknek lenne egy darab élete, amihez jár egy darab halál, soha az életben nem kockáztatná az életét, hanem? Hát megint az egyszerű, életnek és halálnak ugyanott a kapuja. Ez egy egységből van, hol volt, hol nem volt. Tehát nem az, hogy egyszer élek és egyszer halok meg, hanem egy az életnek a forrása, és ha valaki meghal, akkor történetesen ezt nem árt tudni, főleg keresztény világszemléleten belül, az tulajdonképpen egy újjászületési lehetőséget jelent. Ezért van az, hogy keresztény egyház művészetben Szűz Mária elszenderülését, halálát, hát freskókon is, miniatúrákon is, kegyképeken is, hogy ábrázolják. Kilép Szűz Mária lelke a testéből, a száján keresztül, hogy lép ki? Pólyás baba képében. És kitartja ezt a pólyás babát a kezében, az ágy mögött, kapaszkodjunk meg. Maga Jézus Krisztus. Fordul a kocka, de mekkorát fordul. Na ez az egy életem, egy halálom. Hogy végeredményben van egy forgása a dolognak, nem lezár, hanem mindig megnyit, és életnek és halálnak ugyanott van a kapuja. Tehát ahol bejövünk a világba, lényegében ugyanott megyünk ki. Ezért mondja Jézus, én vagyok az ajtó. Aki rajtam jön be, és azon megy, az életet talál. És azért az ajtó még akkor is inkább tárgynak tételeződött. Tehát érzékelni kell, hogy milyen ajtóról beszél. Ez az egy lényegűségnek a megnyilatkozása jelen esetben. Hát maradjunk annyival, hogy annyi mindent el lehetne még mondani magyar népmesékről, és ha a jelképviláguk forrásvidékét keressük, akkor tényleg a teremtett világban megtaláljuk. De nem olyan módon, hogy motívumok vándorolnak, meg hurcolasszák. Tehát ha van egy napábrázolás mondjuk Mexikóban, van egy napábrázolás mondjuk egy borotvatokon, vagy egy tükrösön, van egy napábrázolás mondjuk egy belső ázsiai képen, akkor nem egyik átvette a másiktól, hanem ott a nap, világos. És azt ábrázolja. És attól lesz teljes mondjuk egy hagyomány, hogy a hagyomány nem oldalirányból jön, hanem eredendően fentről érkezik. És itt bontakozik ki. És ezért van az, hogy nagyon sok hagyomány, sőt vallás is, alapgondolatokban nagyon sok minden közös. Miért? Mert a
teremtő teremtette, embernek teremtette, tehát nagyon sok minden közös bennünk. Gondoljunk megint csak a biológiai funkciókra. Hát az aztán a legközösebb, ahogy reagálunk dolgokra. Ha nevetni kell, mondjuk olyan a helyzet, akkor 1000 emberből, ha csak valaki nem nyelt karót, általában megint nevetni fog. Ha sírni kell, általában sírnak. Tehát vannak dolgok, amik ugyanazok. És ebben az ugyanazonosságban pedig nincs két egyforma. Tehát hihetetlenül nagy a változatosság. És ebben bontakozik ki a népmese, és ezért örök és halhatatlan, és ezért van az, hogy a népmesék végén tényleg ott van, hogy máig éltek, ha meg nem haltak. Tehát ránk van, máig éltek. Máig élnek, vagy éltek, ha meg nem haltak. Tehát nincs eldöntve. És aki nem hiszi, járjon utána. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Polgári Mondó. Érték a felszínen.